Mit jelent ön számára a galambászat? Ez egy szerelem, megszállottság. Hogyan lehet ezt... Hogyan lehet ezt jól körülírni, megnevezni? Hát úgy lehet körülírni, ez összességében minden. Elfoglaltság, szerelem. Mindent le lehet mondani. Ez olyan rossz, mint a cigaretta, ugye? Mert a cigarettára is előbb-utóbb le lehet mondani. Ha egyszer egy galamb szeretet, inkább egy állat szeretetre kezdenék el beszélni, egy állat megfogja az embert, ugye, és az a kondatot tud teremteni, ez egy nagyon nagy jel, ugye, és ettől kezdve elkíséri. Hogyan lehet körülírni a galambász és a galambok kapcsolatát? Tud-e valami olyan példát mondani, ami mondjuk egy kívülállót így megérinti? Tudok. Az a helyzet benne, hogy egy jó galamb, lehet, hogy egy életben csak egy van. Ez a jó galamb, ugye ez hozzánő. Ő a galambászhoz, a családhoz, ez egy másképp viselkedő, ugye. És a jó galamb, ha egyszer kimarad, vagy ha késik, akkor azt szoktam mondani, gyerekek, zászló mellé gyöptéglát kell keresni, ugye, mert a füvet kitapossuk. Este azzal fekszünk, hogy nézzük, hogy megjön az a galamb, reggel azzal kelünk, hogy megjön-e az a galamb. Van erre precedens példa, ugye. Ez, akit megfertőzött ez a galambászat, ugye, és a jó galambja van, és annak a galambnak a galamb, jó kontaktus van a galambban, ugye, ezzel akkor ez sajnos működik. A galamb hűséges? Nagyon. Ugyanúgy, úgy, mint a kutyák mondják, hogy a kutya, a macska hűséges, a galamb még hűségesebb, ugye. Nem beszélve arról, hogy a legjobb sikerélményt, a legjobb szeretetet ők hozzák. Nekem volt egy barátom, sajnos volt. Ez az Áfésznak volt, a Komárom megye, Esztergom egy Áfésznak volt az igazgatója. Abban az időszakban elég necces volt ez az egész átállások, ugye mindig azt mondta nekem, tudod mit? Ha nagyon necces a napom, akkor bemegyek a galambolba, és 10 percig ülök a galambolba, utána meg vagyok nyugodva. Elmosolyogtam magam, ugye fiatal voltam, elmosolyogtam magam, mondom, hülyeskedj. Kipróbáltam. Volt rossz napom, ugye? Még mielőtt valamibe belekötöttem volna, fölmentem a galambolba. Leültem. És igazam, 10 perc múlva. Semmi bajom nem volt. Más volt a hozzáállása, mindenhöz más volt a hozzáállása. A galambok engedik magukat simogatni? Van testi kontaktus a galambász és a galamb között? Igen. Mutassa önmagát, és hogyha nem szólok hozzá, vagy pedig nem nyúlok hozzá, jó. Olyan, mint a gyerek. Van mint, neve? Hogy? Érti a nevét? Természetesen. Mint a kutya, tehát? Hát, jobban. Példám van itt, meg nem is egy, a kislányaim is, meg a nejem is, mindenkinek volt saját galambja. Szólt neki, galambol, kijáró, egészen a kapuig elkísérte. Elköszöntek, visszajött, a kapun kívül nem ment. Ez éveken köröztő. Na, ezek a rossz dolgaik, hátulütőik, mert ha ez ilyen galamb megsérül, elveszik, vagy bármi történik vele, ez ugyanúgy megveseli, mint a családban valami történik, vagy még jobban. Az egy bizonyos idő után marad az emlékbe, de azért úgy átteszi magát. De egy jó galambon nem bírjuk áttenni magunkat. Helyettesíteni próbáljuk, de az már soha nem lesz. Hiába hozta azt a sikerélményt, vagy valamit, vagy azt a kontaktust, de nem volt soha többet, nem lesz olyan. Az ő marad. Melyik volt ez a galamb, amelyikhez a legnagyobb szeretet fűzte? Még meg is van, hál' Istennek. Ez legenda különben. Van egy csupanullás galamb, egy 70 ezeres gyűrűszámú galamb, az Európa kupában 6. lett B kategóriában. Ez aminózus, velem szembe ül a Szabó Feri, ugye,
ő neki felajánlottam, ugye ez a galamb özvegyen röpült, nagyon jó kontaktust tudott teremteni a párjával is, meg velem is. Ugye D kategória az egy arrót kategória, és abban is csak díjakat röpült, ugye ahhoz, hogy Európában hatodiknak lenni, az akkor nem semmi volt, ugye 1,7 koefficienten nyerte, mai napig se tudták megíberelni Magyarországon. Fölajánlottam nekik, mert tudtam ugye, hogy ők elmi életében pattogos tojáson nem volt, kicsien nem volt, ugye. Hogy hát fogjatok belőle, aztán senki nem merte elvinni, hát mert ez egy ilyen galamb, ugye. Azóta rengeteg jó gyereke van, rengeteg jó unokája van, de ők elmi mai napig is nem tudok úgy bemenni az óba, hogy ő nem jelenkezne be. Mind a gyerek. Hány éves a galamb? 13. Hány évig élnek a galamb? Hát én nekem, ami legtöbb volt, az 19 volt. Hány galambja van most? Most 126. Miről szól egy galambverseny egyébként? Hát a galambverseny... Egy amatőrnek, vagy akik hogyan lehet ezt mondani? Hát először az, hogy csinálunk egy alapnevezést, az alapnevezésre felcsipezzük az galambokat, ami rögzíti majd, mikor az jön, ugye van egy egyesületi rendszer, egy tenyésztő óra, egy tenyésztő anterna, ami majd rögzíteni fogja a hazatérő galambot. Ma már jó, mert ugye az interneten keresztül mindent meg lehet oldani. A verseny úgy történik, hogy elviszik az egyesületbe, ott a regisztráljuk, a regisztrációs után beteszik a kamionba a galambot, és x kilométerre, ez lehet 200-300-500 ezer kilométerig működik, ugye, hogy elviszik, és másnap reggel elengedik, és aki a leggyorsabb méter per sebességet röpüli, az az első. Hát aki a leghamarabb haza talál? Aki leggyorsabb. Leggyorsabb. Igen, legjobb méter per sebességet, azért beszélünk méter per sebességről, akkor hazajön, az anternára rászáll, és akkor az rögzít, és akkor adja a méter per sebességet. És a leggyorsabb galamb ugye az, amiknek legjobb a méterben sebessége. Hogyan tájékozódik a galamb? Mit tudunk? Erről tudjuk a legkevesebbet. Egy feltételezési módok vannak, a feltételezési módok a Japántól Amerikáig, itt mindenki, Belgium, Holland, mindenki már kísérletezett rajta, hogy mi által tájékozódik, ugye? Van, hogy ugyanazon az útvonalon jön, azért van neked most már ezek a csippek rajta, hogy tudjuk, hogy követni, hogy merre vannak, de nem mindig ugyanarról a feleresztési helyről, nem mindig ugyanarról a vonalon. Ez közre játszik, az időjárás, a szél, szóval minden közre játszik, a légnyomás, minden közre játszik. Csak feltételezési mód van, konkrét tudomány nincs róla. A horgászás, vadászás, bármi sport, nem olyan költséges, mint az. Egyetlen egy jó dolog van ebben az egészben. A galambászó, a galambsportban. Ott hol van az ember? Nem a kocsmában, nem a horgásztónál, nem a vadász területen, ugye, nem fut, nem, hanem oda az a családhoz kötött. Ez a másik jó dolog ám benne. Azt, amit ha valakik ugye meg figyelembe vették ezeket a dolgokat, akkor nagyon jó a kontaktusok ugye a családnak, és ugye, hát jó, most nem az ember nem ment el a kocsmába, ugye, nem, hanem ott hol van, ugye, azt az időt nem biztos, hogy a családdal tölti, de oda-haza tölti. Mennyit kell foglalkozni egy galambbal? Kell, vannak úgynevezett edzések, vagy gyakorlatok? Hát az edzésekről más, az ugye ez felkészítés ugyanúgy, mint mindenféle sportnál, felkészítés. A foglalkozás az 24 óra. Ugyanúgy minden. Ugye a halcuk, eddig állnak a kieresztés tréningekből, állnak az etetésből, ez foglalkozással járó dolgok, ugye időrendi sorrendben, ugye kötöttségek. Ön ezt csinálta főállásban egész életében, vagy ezen kívül volt? Csak hobbiból. Ez csak hobbi volt önnek, tehát volt egy úgynevezett civil állása, és amellett hobbi. Természetes, ez csak hobbiból. Ekkor segített a család, ugye én dolgoztam, ők galambáztak. Én hazajöttem, én galambáztam, ők dolgoztak.
Működik. Azért mondtam a 24 órát, ugye, mert azért van ennek, azt mondjuk, hogy fél tisztől fél ötig, az egy ilyen holtidős dolog, ugye, akkor általában nyugalmi állapot van a dúzva, de nem biztos. Nem biztos. Éjszaka. Igen. Hát a sötétedéstől világosodásig. De mondom, van, hogy éjjel is csinálják, és csinálják, mert lehet hallani, hogy búgnak, marakodnak, ugye, hogy véletlen valaki ilyen holt időben, ilyen szürkületbe fölkerült a másik meg a fészkéből, akkor reggelig elszórakoztassák egymást, ha nem bírnak egymással, ha bírnak, ha valaki kikerül. Jó, kijönnek egymással az alambok? Nem. Nem? Elfogadják. Nem, elfogadják. Úgy, mint az emberek is elfogadják az egyik a másik hülyeségét, ugye? A galamb is elfogadja a másikat, ugye? Mindenkinek megvan a maga területe, ugye? Minden, majdnem minden állatnak. Ő azt a védi, ott jól érzi magát. Saját területét? Természetesen. Hány galamb van egy úcban? Hát a ideális egy légköbméter, egy pár galambnak.